Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. EP választás, Tolna megyében is tarolt a Fidesz-KDNP, a néppárté lesz a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. A paksi komp is víz alatt van, újabb árhullám várható a sok eső miatt. Halál a temetőben, áthajtott egy hullaszállító autó egy nő testén. Hári János Mesefesztivál, egyre több családot vonz a szexádi rendezvény. A Tolna Táj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tolna megyében is a kormánypártok győzelmével ért véget a vasárnapi európai parlamenti választás. A részvételit némileg elmaradt az országostól, a választópolgárok 40,17%-a adta le voksát. Az országos 52%-hoz képest itt 59%-kal nyert a Fidesz. A szavazatok 14,4%-át a Demokratikus Koalíció listájára adták, a Momentum 6,63%-ot kapott. A Jobbik Tolna megyében megelőzte az MSZP Párbeszéd Szövetséget. Országosan a Fidesz-KDNP 13, a Demokratikus Koalíció 4, a Momentum 2, az MSZP Párbeszéd és a Jobbik pedig 1-1 mandátumot szerzett. Az összesített adatok szerint az Európai Néppárté lesz a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. Az EP közel végleges eredményeken alapuló mandátumbecslése szerint a konzervatív erőket tömörítő pártcsalád 182 képviselőt küldhet a 751 tagú testületbe. A második helyezett szociáldemokraták 147, a harmadik liberálisok pedig Emmanuel Macron francia elnök pártjával együtt 109 mandátumot szereztek. Az Európai Unióban nagyjából 426 millió választásra jogosult szavazhatott, összesen több mint 15 ezer jelöltre. Már víz alatt van a paksi komp, árhullám vonul végig folyóinkon. A Dunán szombaton tetőzött a vízszint, de a Komáromtól lejjebb eső hazai szakaszon jelenleg is magas a vízállás. Az országos vízjelző szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban újabb árhullám várható az esőzések miatt. A tetőzés jelenleg Paks térségében jár. Az országban most 395,5 kilométeren van árvízvédelmi készültség. Víz alatt a paksi komp kikötő. Szombaton délelőtt még egy talpalatnyi rész szárazon volt, ahol beszélgettünk a kikötő tulajdonosával, de gyakorlatilag egy óra elteltével teljesen elárasztotta a kikötőt a víz. Egy négyzetcentiméternyi terület sem maradt szárazon. Itt jöttünk le, de vissza már nem tudtunk menni az épület mellett, mert 10 perc alatt elöntötte a víz, olyan gyorsan emelkedett. Ugyanis jelentős mennyiségű csapadék hullott az elmúlt napokban, folyóink vízgyűjtő területein, több hazai folyó is árad. Erre lefele a Duna alsó szakaszán az a budapesti 600-as vízállás, az nem okoz gondot itt az alsó szakaszon még, de attól magasabb, az már jobbára a gemenci erdőgazdaságot veszélyezteti. A Duna szombaton tetőzött Budapestnél másnap ért az alsóbb szakaszhoz, így Paksra is, ahol felkészültek az áradásra. A motorcsónakokat elvitték a hangárba, a komp pedig a rendszeresen használt kis vízi kikötőtől feljebb, a 800 méterrel lévő nagy vízi kikötőből indul. Nem volt akkor a víz, hogy az elmúlt 20-30 éve, mióta én üzemeltetem, illetve itt tevékenykedem, hogy ne tudtunk volna közlekedni. Mindkét partot meg tudtuk közelíteni, mindkét parton ki tudtunk kötni. Az országos vízjelző szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban újabb árhullám várható. Egészségházat adtak át Gerjenben, a település számára ez kiemelkedő fejlesztésnek minősül, hiszen az egészségügyi szolgáltatások egy helyen lesznek elérhetők megújult, modern környezetben. A beruházás jelentős részét a terület és település fejlesztési operatív programból finanszírozták. A kormánynak az fontos szándéka, hogy ezek a kis települések pont meg tudják tartani a településen élő fiatalokat, és akkor a fiatalok pedig a gyerekek révén megújítsák ezeket a településeket. Süli János tárca nélküli miniszter köszöntötte Gerjenben az egészségház átadóján megjelent lakosságot. A miniszter megjegyezte, hogy a hasonlóan jól átgondolt projektek megvalósítását fontosnak tartja, hiszen a település minőségi egészségügyi szolgáltatáshoz juthatott. Az orvosi ellátásokat eddig több helyszínen tudták igénybe venni a gerjeniek.
A fejlesztésnek köszönhetően egy épületbe került a házi orvosi ellátás, a fogászat, a védőnői szolgáltatás és az orvosi ügyelet is. Mindenre nagyrészt a terület és település fejlesztési operatív program pályázati forrásából került sor. Közel 52 millió forintot kaptunk a beruházásra, és ez így önmagában nem lett volna elég, illetve nem tudtuk volna teljes körű felújítást elvégezni és az eszközbeszerzést megejteni, úgyhogy a külön kiegészítőként a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályáztunk eszközbeszerzésre, többek között a fogorvosi széket, defibrillátor, TKG készüléket és több nagyobb értékű eszközt tudtunk beszerezni. Romhányi Károly kiemelte. Településük számára fontos volt az egészségügyi szolgáltatás színvonalának emelése, és a Paks 2 beruházás miatt jelentkező létszámnövekedés ugyancsak indokot adott a fejlesztés megvalósítására. Csökken a benzin és a gázolaj ára szerdán, a 95-ös 3 forinttal 409 forintra, a gázolaj pedig 6 forinttal 410 forintra csökken. Az üzemanyagok ára legutóbb pénteken változott, akkor a MOL 5 forinttal emelte a 95-ös benzin árát. Az autósok akár 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Áthajtott egy 72 éves nőn az egyik szekszádi temetőben egy tolató autó, a jármű egy temetkezési vállalkozás céges autója. Egyelőre viszont nem lehet tudni, hogy az áldozat a baleset következtében halt-e meg. Elképzelhető, hogy már korábban elesett és a földön feküdt, amikor az autó átment rajta. Rendőrségi jelölés mutatja már a temető bejáratánál, hogy innen nem messze történt a különös baleset. Az ütközés innen több 10 méterrel beljebb egy fákkal szegélyezett területen volt. Pénteken kora délután hajtott át az egyik szekszárdi temetkezési vállalkozás céges autója az áldozat testén. Ezeket a fotókat a helyszínelő rendőrök készítették. Látszik, hogy az áldozathoz mentő érkezett. Próbáltak még rajta segíteni, de már nem lehetett. Hogy pontosan mi történt, egyelőre nem lehet tudni. Az biztos, hogy a sofőr éppen tolatott. A rendőrségnek azt is ki kell derítenie, hogy az áldozat élte még, amikor áthajtott rajta az autó. Elképzelhető, hogy már korábban rosszul lett és összeesett. Temetkezési szolgáltató gépkocsi vezetője hátramenetet hajtott végre, mely során nem győződött meg arról, hogy a járműve mögött tartózkodik-e valaki. Az esettel összefüggésben egy 72 éves nő a helyszínen életét vesztette. Úgy tudjuk, hogy az autót vezető sofőrön a rendőrök lég- és véralkohol tesztet is végeztek, a leheletében pedig nem találtak arra utaló nyomot, hogy ivott volna a gázolás előtt. A mese fővárosává vált a hétvégére Szekszárd. A családoknak, gyermekeknek szóló rendezvények rendszeresek a megyeszékhelyen. A 3 évvel ezelőtt útjára indított Hári János Mesefesztivál évről évre egyre több gyermeket és felnőttet vonza a környékről is. Élt egyszer egy faluban egy öregasszony, szerzett egy tál babot, meg akarta főzni. A szalmaszál, a parázs meg a babszám. Ezt a Grimm mesét adta elő köszöntője gyanánt Átserező polgármester, aki elmondta, a 3 évvel ezelőtt útjára indított kezdeményezéssel szeretnék azt is elültetni a köztudatba, hogy Hári János Szekszárdhoz kötődik. Ilyenkor tulajdonképpen a mese fővárosával válik a város. Ezzel azt szeretnénk megmutatni, hogy mennyi minden érték van itt Szekszárdon, és mennyi mindenre vagyunk büszkék a gyerekeken keresztül, a családokon keresztül is. A Három Királylány, Három Királyfi Alapítvány és a Kolping Iskola közösen létrehozott vándorbölcsője is gazdára talált pályázat útján ezen a napon. A fából készült kézműves alkotása a Kolping Katolikus Szakképző Iskola diákjainak kezemunkáját dicséri. A Hári János Mesefesztiválon mese mesét követett. Nekem a legnagyobb kedvencem a magyar népmesékből az, hogy a róka és a farkas a lakodalomban, mert az nagyon tetszett. Csak a farkas lehetik ott. Neki a szegény farkast úgy elverték, hogy csak úgy zörgött a csontja. Alig tudott kívánszorogni a kamrából. Azért választottunk vicceset, mert hogy valamennyire szórakoztassuk a nézőtért. A Bugó Csiga zenede előadását tátott szájjal figyelték a gyerekek, de voltak, akik közben a fák árnyékai alatt műanyag játékokból építkeztek. A nap fénypontja az esti fényfestés volt, melyen a rekordszámú 440 rajz kivetítését sikoltva követték a gyerekek. Május utolsó vasárnapján szerte az országban ünnepelték a gyermeknapot. Tolna megyében nem csak Szekszárdon, hanem több más településen is a kicsik voltak a középpontban.
sokféle szórakozási lehetőség közül választhattak a fiatalok a bátaszéki gyermeknapon. Buborékot fújtam meg, mentem azzal a fa tudszál. A bátaszéki tűzoltók programját övezte a legnagyobb érdeklődés. Ők habpartival, füstsátorral, valamint tűzszimulációkkal is készültek. Az újonnan átadott játszótéren a gyermekek mászókákon és ügyességi pályákon is végigmehettek. A bátaszéki nagycsaládos egyesület vezetője azt mondja, a településen már hagyománnyá vált, hogy ilyen érdekes programokkal készüljenek gyermeknapra. Ez egy olyan rendezvényé nőtte ki magát, ahol a tűzoltók, a motorosok és egyéb szervezetek is csatlakoznak hozzánk és támogatnak bennünket. A rendezvénynek az a lényege, hogy a gyerek és a szülőit önfeledten jól érezze magát, viszont nem kerül pénzbe. Tehát amit itt kapnak, az az önkormányzat, a Marketing Kft. És a különböző szervezeteknek a támogatásából jön létre. Egymást buzdítva, jó hangulatban vetélkedtek a fiatalok az idén 5. alkalommal megszervezett pörbői családi és gyermeknapon, melyre először a testvérvárosi település Újbezdán is meghívást kapott. A két települést a kultúra köti össze, de ezúttal a gasztronómiának és a sportnak hódoltak a gyerekek. A szülők igazából nagyon segítenek, mert ők sütik a húst, tárcsáznak, főznek. Itt a szülők, akik dolgoznak, a gyerekek meg szórakoznak. Nakon vetélkedőkkel, csillámtetoválással és édességgel készültek a gyerekeknek a szervezők ezen a napon. A sportos versenyszámokban még a szülők is részt vettek. Hát a gyerekeket már szerveztük, hogy jöjjenek minél többen. Sajnos egyre kevesebb gyerekünk van, de ez már évek óta tendencia, hogy én tartom általában a versenyeket, és remélem, hogy örülnek meg a gyerekek. Aszfaltrajzversenyt is fogunk tartani nekik, már sok a pici, úgyhogy ők annyira, de hát úgy nézem, a szülők is egyébként jöttek, úgyhogy ez ilyen családias lesz nagyon az a mai délután. A gyermeknapot a világ számos országában megünneplik az év legkülönbözőbb napjain. Az ünnepet először Törökországban tartották meg 1920-ban. Magyarországon 1931-től ünneplik ezt a napot, akkor még gyermekhétnek hívták. 1950 óta már csak egy napig tart, és május utolsó vasárnapján ünneplik. Átadták Tolnán a legrangosabb kitüntetéseket, a helyi társadalmi, gazdasági és kulturális szférában kiemelkedő teljesítmények elismerésére. A díjkiosztó ünnepséget idén is a Városnapján tartották meg. Egy korábbi önkormányzati rendelet alapján a Városnapján tüntetik ki azokat a vállalkozásokat, civil szervezeteket, pontosabban az őket irányító magánszemélyeket, akik hosszabb távon meghatározó szerepet játszanak Tolnaváros gyarapodásában, fejlődésében, vagyis ilyenkor találnak gazdára a legrangosabb városi kitüntetése. Az év Tolnai civil szervezete díjat az idén 18 éve működő Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület kapta, az elismerés dr. Szilák Mihály elnök vett át. Az év Tolnai vállalkozója elismerést Frankowskiné Komlósi Ritának, a Ritalia Travel Kft. Alapító ügyvezetőjének adták át. A Tolnaváros kiváló közalkalmazottja kitüntetést Hercig Lászlóné, a Tolnai Vosinszki Mór általános iskola igazgatója, valamint Szalai Lászlóné, a Tolnai Családsegítő Központ szociális gondozója érdemelte ki. A Tolnaváros sportjáért kitüntető díjat a tavalyi megyebajnoki címet szerzett Tolnai Városi Futballklub felnőtt labdarúgó csapatának ítélte oda a képviselőtestület. A díjat Weber Tamás elnök vette át. A Tolna Városért kitüntető díjat az 1810 óta folyamatosan működő Tolnai Kékfestő Műhely, illetve a várost 2006 és 2014 között irányító dr. Sümegi Zoltán posztumusz polgármester kapta. A műhely díját Horváth Tibor, a posztumusz kitüntetést Sümegi Etele, dr. Sümegi Zoltán legkisebb gyermeke vette át. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Csúcson a Balaton népszerűsége, 5-ből 4 magyar itt pihen idén. Júniustól indul a pécsi e-közbringa rendszer, 70 elektromos kerékpár érkezik hamarosan a városba. Államtitkári látogatás, a Siófoki kézilabdaklub fejlesztéseit tekintette meg Szabó Tünde.
Népszerű a Balaton, 5-ből 4 magyar legalább egy alkalommal a tónál üdül az idén. A foglalások átlagértéke pedig 110 ezer forint. Ez derül ki az egyik legnagyobb hazai szállásfoglaló portál friss felméréséből. A legkedveltebb úti cél Siófok, de a top 10-ben kapott helyet Zamárdi, Fonyód, Balatonboglár és Balatonlelle is. Készülő futópálya az Árpád-parti strandon Fonyódon. Ez a település a szállásfoglalások alapján a 10 legkedveltebb úti cél közt van a magyarok körében. A déli parti településen 180 ezer vendég éjszaka volt tavaly, amely a most zajló strandfejlesztéseknek és a különböző beruházásoknak köszönhetően várhatóan tovább nő majd. A polgármester szerint nem csak a szabadtéri attrakciók miatt kedvelt a település, a népszerűség az átgondolt városépítő munka eredménye. Fejlődtek nagyon szépen a vállalkozások, a strandjaink, különböző kulturális intézményeink, nagyon jó az egészségügyi ellátásunk, és hát valószínűleg ezeknek az összessége hozta azt, hogy Fonyód is benn van a 10 legkedveltebb balatoni üdülőkörzetbe. A most publikált felmérés szerint a balatoni szállodák 80%-a már telített az idei szezonra. Itt Zamárdiban, amely a negyedik helyen végzett a top 10-es listán, ez fokozottan igaz. Ebben a 4 csillagos szállodában például már alig van hely az idei szezonra. Nem meglepő, hogyha azt mondom, hogy nagyon jól állunk a nyárra, és nagyon jó a foglaltsági előrejelzés. Alapvetően a július közepétől egészen augusztus 25-ig gyakorlatilag 90% fölött van jelenlegi foglaltságunk. A szállás.hu felmérése szerint a leginkább telített időszak idén a július 15 és 28-a közötti hét lesz. Erre az időpontra már alig akad hely a balatoni szállodákban. A legnépszerűbb úti cél Siófok, Balatonfüred és Hévíz. Őket követi Zamárdi, Balatonboglár és Balatonlelle. A 10-es listán Keszthely, Balatonföldvár, Fonyód és Balatonalmádi kapott még helyet. Júniustól indul a Pécsike elnevezésű e-közbringa rendszer. A 7 dokkolóállomás már megépült, hamarosan a 70 darab kerékpár is megérkezik a Baranyai megyeszékhelyre. A város képviselő testülete a közgyűlésen döntött a tarifákról. A szolgáltatás igénybevétele a következő néhány hónapban olcsóbb lesz a próbaüzemideje alatt. Ez egy rendkívül jó ötlet. Mondja ez a fiatal a Pécsike néven hamarosan elinduló e-közbringa rendszerről. A dokkolókat már kiépítették, ez az állomás a Kossuth téren kapott helyet. Emellett még 6 másik helyszínen is láthatják a pécsiek az egyelőre még üres tárolókat. Nekem is van elektronos kerékpárom, én is szívesen használom. Nagyon jó dolog. Jó dolognak tartom. Júniusban már 70 darab elektromos kerékpár szolgálja ki azokat, akik biciklivel közlekednének a városban. Alkalmi, de rendszeres használatra is lehet majd bérelni a járműveket. Ezt egy Pécsike plastikkártyával tehetik meg a felhasználók, melyet regisztráció után kapnak meg 600 forint ellenében. A csütörtöki közgyűlésen arról döntött a képviselőtestület, hogy milyen árakkal fog működni a rendszer. Lesz egy bevezető időszak egyébként, amikor olcsóbb lesz a megszokás vagy a betanulás időszakában ez a rendszer, de az biztos, hogy a tükekártyások ezzel megint csak jól fognak járni, és azért biztos, hogy összevezetünk 2 másik nagyváros számaival, a déteni diakat, Miskolc és Győr példájával éltünk. Mind a 2 esetben drágább egyébként a használata, mint a Pécsike esetében. Még úgy is, hogy egyébként elektromos kerékpárról van szó, pedig hagyományos tekerős bicajokról van szó. A próbaüzem időtartamát november 30-áig állapították meg. Eddig az időpontig a rendszeres felhasználók 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a szolgáltatást. A Pécsike ezután minden évben március 1-től november 30-áig üzemel. A bérletek érvényessége is ezen időszakra vonatkozik. A pécsi Cserepka iskola elsősei nyerték a Városi Környezetgazdálkodási Cég videópályázatát. A gyerekeknek a földnapjához kapcsolódóan kellett egy figyelemfelhívó kisfilmet készíteniük. A Biokom Kft. Munkatársai pénteken vitték el az iskolába a nyereményeket. Ezzel a videóval nyertek a Cserepka iskola elsősei a Biokom Nonprofit Kft. Pályázatán. De vajon a gyerekek tudják-e, hogy mit kell tenniük a környezet védelméért? Nem szemetelünk, és felszedjük az összes szemetet. És te mi az, amit a videóban mondtál? Az, hogyha nem szemetelünk, akkor nem pusztul el a világ.
A tanulók osztályfőnöke azt kérte, hogy mindenki a saját gondolatait mondja el a környezetvédelmi videóban. Hát én a biokommal kapcsolatban voltam, mert már régóta terveztük, hogy szemétszedő csipeszeink legyenek, csak azt mondták, hogy nagyon sok iskola jelentkezett már, meg egyéni személyek, és azt nem tudják ellátni, ezért hirdetnek egy pályázatot. És akkor így szereztem tudomást a pályázatról, és gyakorlatilag egyből eldöntöttük az osztállyal, hogy akkor megpróbálunk egy olyan videót készíteni, ami esetleg esélyes lehet. A Biokom célja az volt a pályázattal, hogy minél fiatalabb korban megismertesse a gyerekekkel a földvédelmének jelentőségét, valamint az aktív részvétel fontosságát a környezetvédelmi akciókban. A Földnapja alkalmával hirdettünk a pécsi általános iskolásoknak egy szemétszedő akciót, amivel megkértük őket, hogy az alsó tagozatosokkal készítsenek egy rövid, maximum 30 másodperces videót arról, hogy ők mit gondolnak a környezetvédelemről, hogyan tudnák, mit képzelnek arról, hogy a szűkebb környezetüket esetleg tisztán mivel lehetne tartani, hogy lehetne a hulladékot begyűjteni, milyen elképzeléseik vannak erről, és érkeztek különböző videók ezzel kapcsolatban. A tanulók nagyon örültek a szemétszedő csipeszeknek, és természetesen ki is próbálták az új szerszámokat már a tanteremben. 2010 óta a kormány azon dolgozik, hogy egészséges sportnemzet legyünk, erről beszélt Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár Siófokon, aki az EHF kupa győztes siófoki kézilabdaklub fejlesztéseit tekintette meg. A szakpolitikus kiemelte, ezek a beruházások hozzájárulnak ahhoz, hogy az élsportolók magas színvonalú körülmények között készülhessenek, emellett pedig az utánpótlás nevelésben is komoly szerepet tölt be. Személyesen látogatott el Szabó Tünde a siófoki kézilabdaklubhoz. A szakpolitikust a sportolók vezették körbe a régi és az új létesítményekben. Az elmúlt években nagyrészt TAO forrásból komoly fejlesztések valósultak meg a siófoki csapatnál. Megépült többek között a munkacsarnok, a kis szilárd sportcsarnok és a sportszálló is. Az államtitkár betekintést nyerhetett a lányok hétköznapjaiba is. Emellett Szabó Tünde gratulált a csapat EHF győzelméhez is, amelynek köszönhetően immár 5. alkalommal hódította el magyar csapat a kupát. Ugye azzal, hogyha az élsport sikeres, automatikusan a sportágakba jönnek a fiatalok. Kézilabda sportágunk mindig is sikeres volt, és a rohanó világunkban a sport is igényli azt, hogy különböző feltételeknek meg tudjunk felelni. Azzal, hogy létesülnek a sportakadémiáink, ezáltal tudjuk megteremteni azt, hogy akár évtizedek múlva is ott legyünk az elitben és az élsportban. Az SKC munkáját a következő szezontól újra segít. Majd Mazák Német Csilla, akinek most már 2 szerepkörben is helyt kell állnia, otthon, mint édesanyja és mint csapatkapitány. Szép lassan már elkezdtem edzegetni, az alapozásnál a lányokkal, a csapattal együtt fogom kezdeni, úgyhogy jövő szezonban már 100%-osan itt leszek újra. Hát nagyon örülök és gratulálok ugye a lányoknak az EHF kupa győzelemhez. A cél nem más, mint minimum ugyanez. A magyar bajnoki bronzérem és az EHF kupa győzelem tehát a minimum cél. A lányok hamarosan meg is kezdik a felkészülést a következő szezonra. Végül nézzük, miről szólt a híradó. EP választás, Tolna megyében is tarolt a Fidesz-KDNP, a néppárté lesz a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. A paksi kompis víz alatt van, újabb árhullám várható a sok eső miatt. Halál a temetőben, áthajtott egy hullaszállító autó egy nő testén. Hári János Mesefesztivál, egyre több családot vonz a szexádi rendezvény. Kedden felhős lesz az ég, csak itt-ott bukkan elő a nap, már délelőtt is kialakulhat egy-egy zápor, esetleg zivatargóca térségben, de különösen a délután folyamán nő meg az esélye hevesebb csapadékgócok előfordulásának, esetenként akár villámlással, felhőszakadással, jéggel is kísért zivatarok is kialakulhatnak. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!